A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Városunk területének jelentős részén nem áll elegendő számú parkolóhely a lakosság rendelkezésére. Így van ez a Kertvárosban is, ahol az Eszék utca 13-15-ös számú házak lakói parkolóhely építési kérelemmel fordultak a városi önkormányzathoz. Két lépcsőház lakóközössége határozta el, hogy a lakók parkolási gondjain változtatni szeretnének. Úgy gondoltuk, hogy az itt hátam mögött is látható néhány parkoló nem elég a most már családoknál egy-két gépkocsi elhelyezésére. Ezért gondoltuk, hogy bővíteni szeretnénk. A lakók megkeresték területi képviselőjüket, így kezdeményezésük eljutott a közlekedési és kommunális bizottság elé. A Pécsi Közüzemi RT által elkészített árajánlat alapján a beruházás várható költsége 940 ezer forint. A lakók és a területi képviselők azonban sokalja ezt az összeget. A bizottságra került előterjesztésben 940 ezer forintról van szó, de véleményünk szerint meg lehet csinálni sokkal olcsóban is, hiszen a lakók részt vállalnak a munkákba, bizonyos feladatokat elvégeznek. Másrészt a véleményünk szerint egy anyagkímélő költségvetéssel, tehát kb. 300 ezer forintból is meg lehetne valósítani ezt a parkolót. Úgy gondoltuk, hogy társadalmi munkába szeretnénk megoldani ennek a költségnek a nagy részét, illetve kiváltani. Így a későbbiek folyamán mi szeretnénk jelentkezni az ügyből, hogy hány forintot vállalnánk el, és váltanánk ki a társadalmi munkával, és hát utána ténylegesen két kézzel is szeretne a lakóközösség tovább lépni. A közlekedési és kommunális bizottság kérte a jegyzőirodát, állapítsák meg, hogy a lakossági útépítésekre vonatkozó 40%-os önerőt az Eszék utcai lakóknak is vállalniuk kell-e. Pedagógusok számára rendezett állásbőrzét a Baranya megyei munkaügyi központ Pécsett. A találkozóra a munkaadók képviselőit és az álláskereső pedagógusokat várták. A diplomás állástanulók mintegy fele pedagógus. Éppen ezért óriási volt az érdeklődés a mostani, a korábbiaktól eltérő bőrzén. Miben más ez a mai bőrze, mint az eddigiek? Hát először is a nagyságrendjében más. Eddig nem volt alkalmunk ekkora számú pedagógus állásajánlatot a nyilvánosságra elébocsátani. Annyiban más, hogy pedagógus állásállatoktól független egyéb szellemi munkakörökre is tudtunk állásállatot mutatni, illetve napközben voltak állásbejelentési lehetőségek, külön telefonvonalat biztosítottunk erre. Ez 30 fős bejelentésre jó volt, tehát 30 pedagógus állásajánlatot tettek napközben. Azon kívül két telefonvonalat biztosítottunk arra, hogy innen azonnal felhívhatók legyenek a munkáltatók, akár vidéki, akár pécsi munkáltató. És ennek is megvolt az eredménye, mert megkaptuk már a visszajelzéseket, hogy néhány állásajánlatot így töltöttek be a kínálatból. A munkaügyi központot meglepően sokan keresték fel, ami magyarázható az állás nélküliek magas számával, de voltak, akik meglévő munkahelyük ellenére kerestek jobb, esetleg jobban fizető új állást. Sajtótájékoztató keretében mutatták be az újságíróknak a II. Világháború pécsi áldozatainak, hőseinek emlékére készült művészeti alkotást, valamint ismertették az emlékünnepség programját is. Kezdeményezések már a 80-as évek elején történtek egy II. Világháborús emlékmű felállítására. 1996-ban jött létre az az alapítvány, amely célul tűzte ki a megvalósítását. Az emlékmű Réger Tibor szentendrei szobrászművész alkotása elkészült. Úgy gondoltam, hogy a barbakán lágy formájához, a hengeres szép formához és a fehér mészkövek környezetében ez a nagyon kemény fekete gránit, ez egy kontrasztos anyag, és ez önmagában is egy felkiáltó jel, azon kívül a formájában is, hiszen egy háromszög alaprajzú obeliszkről van szó, amelynek az élei így élesebbek, mint mondjuk egy négyszögletű lenne, és mint egy kés pengéje hasít bele a barbakán formájába.
A megvalósításhoz szükséges 12 millió forintból 10 millió 700 ezret a város adott. A többi magánszemélyek adományaiból gyűlt össze. Csak zárójelben jegyezzük meg, sajnálatos, hogy a 100 megkeresett pécsi nagyvállalat cég közül alig 10 tartott a támogatásra méltónak az emlékmű megvalósítását. Ám a kezdeményezők örömét, megnyugvását ez már nem csorbítja. Jó leső érzéssel nyugtázzuk, hogy még mindig vannak szép számmal, hál' Istennek túlélők. Versekben köszöntik, üdvözlik. Tegnap is kaptam az egyik túlélőtől verset. Gyönyörű gondolatok vannak benne. Nagyon magukénak érzik, és köszönik ezt az egész lépést és intézkedést, ami történt, mert ezzel az ő tisztes, becsületes múltjuk kapott méltó megemlékezést. A II. Világháború áldozataira emlékező, koszorúzással egybekötött ünnepségre a város napján szeptember 1-én 17 órakor kerül sor. A Pellérdi Szőlőhegy lakói panasszal fordultak hozzánk egy több hónapja húzódó útépítés ügyében. Kérésüknek eleget téve a rendkívül kusza ügy kapcsán mi csak arra vállalkozhattunk, hogy meghallgattuk az érintett feleket. A Pellért községhez tartozó Szőlőhegy zárt kertnek minősül. Mégis sokan vannak, akik már kiköltöztek és itt élnek. Utat szerettek volna, amint télen-nyáron szárazlábbal közelíthetik meg házukat. Együttműködést kezdeményeztek és a polgármesterhez fordultak. Elkezdtem áprilisban, májusban már összeszedtem 45.500 forintot, amit a mezőr rögtön elvitt tőlem. Attól kezdve csekkeket osztogattam ki, mindenki befizetett, tehát 47 ember befizette a 3500 forintot. Most, amikor a pénz már összejött, a polgármester úr azt ígérte, hogy ha 100 000 forint összejön, azonnal indítja az utat. Két hónapot vártunk rá, hogy elindítja az útjavítást. Végül is elkezdte, azt oda se figyelt, egymagam figyeltem én oda, hogy a vállalkozóra, hogy mikor hányan vannak, kik vannak, munkagépen-e. Senki nem tudott semmit, sőt, mi több, amikor nem voltam egy szőlős gazdával, a polgármester úrnál, akkor még megkérdeztem, mert ott volt a vállalkozó, és hogy miért, melyik utat csinálod. Azt sem tudta a polgármester úr, hogy melyik utat csinálja a vállalkozó. Itt még 9 embernek vissza van az útja, ezt meg kell csinálni. Május óta bent van a pénzünk. Tehát itt az útnak meg kell lenni, amennyiben nem, az emberek fel vannak háborodva, és a kertbírósághoz fordulunk. Most ennek az útnak a folytatása körülbelül 30-35 ezer forint lenne még. A polgármester úrt nem lehet bent találni, ő szóba se áll velem, sem a többiekkel nem közölte, hogy mennyi pénz jött össze, mibe került. Semmiféle kalkulációt nem közölt velünk, de még talán ő sem tudta, hogy ez az út mennyibe fog kerülni. Csak most közölte, hogy nincs több pénz, elfogyott, kész, ennyi az egész. Konkrétan ez év tavaszán, február-márciusban jöttek be, hogy szeretnék, ha valamilyen módon az ő útjuk is megépülne. Így egyeztünk meg velük is tavasszal, hogy szedjenek össze lakossági hozzájárulást, annyit, amennyit hajlandók befizetni az emberek, és ennek a kétszeresét mi hozzátesszük, és megrendeljük a munkát, és elvégeztetjük. Ami még ott azon az új szakaszon van, az legalább egy 600-800 méter, ami nem épült meg, és így is azt kell mondanom, hogy ami pénzt ők összeszedtek, és az előbb elmondott szabály szerint csináltuk volna az útépítést, akkor összesen 300 méter hossz épült volna meg. Ezzel szemben az önkormányzat megépített 1200 plusz 300, tehát 1500 folyómétert, ami az általuk beadott pénznek éppen az ötszöröse. Ez a másfél kilométer, amit megépítettünk, ez 3 millió forintba került. Én azt gondolom, az önkormányzat nagyon meg fogja gondolni, hogy lakossági kezdeményezésre beinduljon-e egy ilyen támogatással, mert ez nekünk most éppen 2 millió 700 ezerrel többe került, mint amennyibe kellett volna, hogy kerüljön. Ugye a lakosság összeadott 130 ezer forintot, meg kifizettünk 3 milliót. És ez a tisztelt uraknak és a hölgyeknek kevés. Azt már talán sosem lehet kideríteni, hogy mikor, ki és kit értett félre. Az itt élők a pénzt összeszedték és befizették. Az önkormányzat is hozzáadta a maga kétharmadát. Az út azonban addig, amíg a lakók szerették volna, mégsem készült el, és már nem is fog. Persze sokak számára az is kérdés, hogy a már elkészült szakaszon mi került 3 millió forintba. A meleg nyári napokban egyre többen élvezik a légkondicionáló berendezések nyújtotta kényelmet. A kellemes klíma azonban eddig nem tapasztalt veszélyeket is rejthet. Szereti ön a légkondicionálókat? Igen. Használ ön?
használnám a lónalár pénzem, igen. Szereti a légkondicionálókat? Nem, és be is dagadt az arcom. Tegnap vonattal jöttem, és azóta meg van dagadva, úgyhogy nem szeretem. A légkondicionálás valóban okozhat veszélyeket. A hirtelen hőmérsékletváltozás hatására megfázásos tünetek jelentkezhetnek. Az azonban kevésbé ismert, hogy a légkondicionáló berendezésekben baktériumok is előfordulhatnak. 1976-ban az amerikai légió nagy gyűlését követően a résztvevők között feltűnően sok megbetegedés fordult elő. Egy járványszerű tüdőgyulladás, ezt követően izoláltak egy baktériumot, amely egy gyakran előforduló és nagyon ellenálló baktérium. Gyakorlatilag mindenhol előfordul, a nedves meleg helyeket kedveli, tavakat, szökőkutakat, a párásító berendezéseket, légkondicionáló berendezést, melegvizes bojlereket, az ivóvízben, az a vizetékrendszerben is előfordulhat. A baktérium cseppfertőzéssel terjed. A betegség tünetei egy nagyon súlyos tüdőgyulladásnak felelnek meg. A kórokozó hazánkban a 80-as években okozott járványszerű megbetegedéseket egy belgyógyászati osztályon és egy kis faluban, ahol tartálykocsiból terjedt el. Bár a légkondicionáló berendezések egyre népszerűbbek, városunkban még nem regisztráltak ilyen jellegű megbetegedést. Nem szánalmat ébresztve, hanem elismerést keltve hívták fel a figyelmet azokra a sérült fiatal emberekre, akiknek mindennapjait a kézműves munka tölti meg tartalommal, élménnyel. Munkáikat a civil közösségek házában tekinthették meg az érdeklődők. Az értelmi fogyatékosok intézetében 101 olyan sérült fiatal emberrel és gyermekkel foglalkoznak, akik otthon szinte csak tengődnének napról napra. Itt azonban alkotnak, sokszor olyat, amit az egészségesek a legnagyobb igyekezettel sem tudnának. Igyekszünk az ősi mesterségekhez visszatérni, mert én azt hiszem, hogy a paraszti kultúrában is az volt a nagyszerű, hogy nem azt kereste, hogy miben más, miben sérült, elfogadta ugyanúgy a társadalom a kézműves munkája révén. Én úgy gondolom, hogyha ehhez térünk vissza, és végezzük a csuhé munkát, szövést, nemezelést, ezzel mind-mind olyan termékeket tudunk előállítani, amiből nem az derül ki, hogy ők másak, ők sérültek, hanem tudnak valamit, és ha körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy lehet, hogy többet tudnak, mint mi. A gondozottaknak túl azon, hogy nem unatkoznak otthon, hogy esztétikus, használható tárgyakat készítenek, az itteni munka egyben terápia is. Mátyásról eddig mindenki azt mondta, nehezen kezelhető, nem tud beilleszkedni a közösségbe. Ma már nincs vele semmi probléma, örömmel dolgozik. Egy éve csinálom a csuhét, és már a nyár előtt, már nyár után, a tavalyi nyár után, elkezdtem dolgozni, akkor nehéz volt nekem, és amikor ma belejött, akkor egyre jobban ment nekem. Bennük megmaradt valami gyermeki tiszta kreativitás, ami bennünk úgy eltűnik, és nagyon nehéz kibontani felnőtt emberekbe. Ők pedig egy ilyen egészséges 6-7 éves gyerek szintjén tudnak kombinálni, építkezni. A fejlesztésnek, a tanításnak eddigi legnagyobb eredménye, hogy idén 9 fiatal szakmunkás bizonyítványt szerzett kosárfonásból. A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Köszönöm a figyelmüket, de maradjanak velünk a továbbiakban is, hiszen rövidesen lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk. Még néhány nap van hátra a magánnyugdíjpénztárak zárásáig. A becslések szerint Baranyában 70 ezeren léptek be valamelyik magánpénztárba. Az intézmények jövő kedden zárnak, de némelyiknél hétvégén is az ügyfelek rendelkezésére állnak. Már több hónapja folyik a teljes házi orvosi privatizációval kapcsolatos jogszabályok előkészítése, de még mindig vannak tisztázatlan kérdések. A Dunántúli Napló információi szerint Baranyában a praxisok teljes magánosítása mindössze 3 településen valósulhatott meg idáig, mert az önkormányzatok jelentős része a végleges jogszabályok megszüntetés megszületéséig nem akarja eladni tulajdonát.
Október 1-től megváltozik a családok támogatásának rendszere a tavalyi év végén elfogadott családtámogatási törvény értelmében. A családi pótlékot a közoktatásban résztvevő gyermekek után a szülők ezentúl iskoláztatási támogatásként kapják. A változással kapcsolatos tudnivalókat a pénteki Dunántúli naplóban olvashatják. Kárpát-medencébe délnyugat felől különböző nedvességtartalmú enyhe léghullámok érkeznek. Az előttünk álló éjszakán csillagos lesz az égbolt, mérséklődik a délnyugati szél. Hajnalra 9-12 fokig csökken a hőmérséklet. Sokfelé pára és kötfoltok képződhetnek. Holnap napos időre számíthatunk, később azonban északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben megerősödik az északnyugati szél, a legmagasabb nappali csúcshőmérséklet 19-22 fok körül alakul.